Vasárnap nem csak Magyarországon, hanem Szerbiában is parlament is, sőt, ott elnökválasztást is tartanak. A koszovói szerbek azonban nem szavazhatnak lakóhelyükön, miután a nemzetközi nyomás és a belgrádi fenyegetések ellenére Albin Kurti miniszterelnök nem engedélyezte a szavazóhelyiségek megnyitását Koszovó területén. Kurti azzal érvelt, hogy Szerbia nem kért engedélyt a koszovói hatóságoktól a szavazás megszervezésére, és hogy meg kell védenie Koszovó szuverenitását. A koszovói szerbek sérelmezik a döntést, még azok is, akik nem értenek egyet a belgrádi kormánnyal. Mindkét kormánynak gondolnia kellene ránk és a jogainkra, hiszen jogom van oda szavazni, amely állam állampolgára vagyok, és ott szavazni, ahol élek, mondja egy mitrovicai nő. Egy másik férfi meg sem áll a kérdése, csak odaveti, ki kíváncsi manapság az emberekre, senki. A koszovói viszonyokat jól ismerő elemzők szerint is nyugodt vasárnap várható, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a pristinai kormány megszólítsa a szerb kisebbséget is. A koszovói szerbek soha nem fogják itt jól érezni magukat, amíg a Belgrádból érkező ideák elképzelések vezérlik őket. Ha nincs saját narratívájuk, saját küldetésük a koszovói élethez, az itteni jogaikhoz, addig nem lesz meg a komfortérzetük, véli a helyi politikai elemző. A koszovai szerbek is élhetnek szavazati jogukkal a szerb választásokon, ehhez vasárnap át kell lépniük a határt, és bármelyik szerb városban leadhatják a voksukat.